megy. Egy country és egy cigány társcsoport. Rendezvényeken, falunapokon szoktak felépni, tavaly bejutottak a középdöntőbe helyre. Egy 870 lelkes településről, Papusról beszélünk, népes szurkoló tábor kísérte el a táncosokat. Szeretettel köszöntöm a szurkoló tábor vezér alakját, Illés Bélát, aki nem csak a szurkoló tábor vezeti, hanem magát a települést, valamint Kósa Csaba alpolgármester, és szintén jelen van a családjával. Gratulálunk, és hát azt gondolom, hogy ezek az igazán jó példák, amikor a helyi vezetők ennyire szívén viselik és támogatják az embereket, a kultúrát. Még valami fontosat. Igen, a műsort még az unokák is színesítik, ők is tagjai a csapatnak, hiszen a műsor címe Mulatnak a cigányok, és úgy gondolom, hogy mindig amiről beszélünk, és mindenki leírja a bemutatkozójában, hogy milyen fontos a hagyomány, ápolás, átörökítés. Hát igen, az a legszebb, amikor nagyszülők, szülők, gyerekek együtt állhatnak színpadra, akkor szerzik meg a gyerekek is a rutin, hogy majd ne izguljanak annyira együtt, mit tudom, és úgy tanulják meg a táncokat, a lépéseket, a dolgokat, a nótákat, és így lehetnénk nagyon-nagyon sokáig föntartani. Hölgyeim és uraim, következik tehát Papos, Mulatnak a cigányok, aztán Abáczaló Perge Attila, majd Kálmán háza, örökítsön Nintalkőre, majd Algyőről király Imre.
Mulatnak a címányok kapóson. Mondj egy hét.